Ed és Lisa az Idahóból származó házaspár otthonok felújításából él. Munkánk, hogy régi dolgokból újat alkossunk. Életük az újjáépítésről szól, mivel a piac összeomlása után csődbe jutott előző vállalkozásuk egy jól működő tejüzem. A takarmány ára kétszeresére nőtt, még a tejára nagyot zuhant. A gazdák tehenenként $100 vesztettek, én naponként $3500 vesztettem. Négy gyermekkel fogalmuk sem volt, hogy fogják ezeket a napokat átvészelni. Hitelt vettek fel, hogy a tejüzemet megőrizzék. Néhány hónap múlva elvesztették az üzemet, és $40,000 adósságot halmoztak fel. Négy gyermekkel munka és ház nélkül maradtunk, mivel otthonunk az üzemnél volt, és megtakarításainkat is a vállalkozásba fektettük. De emlékszem, akkor is azt mondtam magamban, hogy végig Istenhez fogunk ragaszkodni, és bízunk abban, hogy az ő terve jobb, mint a miénk valaha is volt. Nem sokkal ezek után Lisa rokona felajánlott a családnak egy házat Kaliforniában, és Eddinek egy munkát. Annak ellenére, hogy Eddie keresete a megélhetés költségeit sem fedezte, Istenben bíztak a tized kérdésében is. Azt mondtam, bármi is történjen, a tized lesz az első, mi pedig a maradékból gazdálkodunk. Isten megígérte, hogy ha tizedet fizetünk, ő gondot visel rólunk. Jó mértéket megnyomottat és megrázottat ad a mi ölünkbe. És így is tett. Nagy bátorítást adtak a 700-as klub adásai, és hamarosan elkezdtek adakozni a CBN-nek. Azzal, hogy a 700-as klub támogatói lehetünk, úgy érzem, világszerte segíteni tudunk. Nem sokkal később Eddie-nek munkát ajánlottak Idahóban, ami megduplázta a jövedelmét. Két éven belül már házak újjáépítésével foglalkozott, amely szintén megkettőzte fizetését. Ma már adósságok nélkül élnek, anyagi életük pedig teljesen helyreállt. A tized fizetést azóta is folytatják, és még többet adnak a CBN-nek. Nemrég bukkantam rá egy igeversre, mely azt mondja, aki mást felüdít, maga is üdül. Mindez ma már értelmet nyert. Minél több embernek segítek, Isten annál inkább felüdít. Akkor miért ne adjak még többet? Bárkinek, aki anyagi nehézségekkel küzd, azt tanácsolják, bízzon Istenben és adjon. Meg kell próbálni, még a nehéz időben is hűségesen ki kell tartani. Isten megadja, amire szükségünk van. Sőt, még annál is többet, mint amit el tudunk képzelni.